Sziasztok, majd szendvics receptet osztok meg veletek, és ez nem más, mint a tortilla szendvics. És ígértem nektek egy videót a szenkoros szendvics sütőnél, hogy majd ezt meg fogom nektek mutatni, úgyhogy tulajdonképpen most meg is látjátok. Ami azóta is ugye rendszeresen használom ezt a sütőt, és nagyon ajánlom mindenkinek, mert nagyon gyorsan felmelegszik, és nagyon kis finomságokat lehet benne megsütni, és jól is süti meg a dolgokat, úgyhogy azért ezek egyik sem egy hátrány. Na most tényleg bizony a szendvicsre, ami miatt ezt a videót készítem, ez egy nagyon klassz pikpakkel készíthető, akár útravalónak is vihetitek magatokkal, ebbe tojástól kezdve mindent bele lehet pakolni ebbe a tortilla lapba, hogyha ezt megfelelően hajtogatjátok, már lehet, hogy láttátok Instán vagy Facebookon ezt a fajta szendvicset. Én nagyon ajánlom, én is imádom, a család is nagyon szereti, és akár tényleg ebédet, vacsorát helyettesített, reggelit, tehát mondom el is lehet finisztóval, tényleg minden étkezésre be lehet iktatni, akár egy kis vendégváróként, és jönnek vendégek, akkor ez is egy olyan kis klassz pizza helyet. Nézzétek meg, hogy hogyan készült a tortilla szendvics. Nagyon egyszerű elkészíteni ezt a kis szendvicset, én több helyen láttam már, és én is készítettem már többször. A tortilla lapot így bevágjuk. Tehát az a lényeg, hogy a közepétől húzzuk ki a csíkot, és ide berakjuk az első tölteléket. Én előtte meg szoktam kenni egy kis tejföllel. Ez nem kötelező, csak én szeretek egy kis szószt beletenni. Egyébként találtam az Ázsia Centerbe ezt az avokádó szószt. Biztos, hogy sok helyen lehet kapni, nem csak ott, szerintem nagyobb bevásárló központokban is. Ezt is bele lehet nyomni egyébként például. És akkor föltesszük ugye az első feltétet, amit a szendvicsünkbe bele akarunk tenni. Amikor ez megvan, akkor ezt ide ráhajtjuk. Aztán jön a következő feltét. Amire szintén ráhajtjuk a kis szendvicset. Teljesen a fantáziátokra van bízva, de lehet akár salátát, rukkolát tenni, vagy amit így gondoltok. És aztán ez is felhajtásra kerül. És most be fogjuk tenni kenyérpirít, vagy ilyen sütőbe, meleg szendvics sütőbe, és összesütjük az egészet. Nagyon gyorsan el is készült a szendvics. És akkor ezt ehetjük is. Ebben nagyon jó társ a Szenkornak a meleg szendvics sütője. Én imádom, rettentő gyorsan bemelegedik, ezt azért is mondom el, mert mindig meg szoktátok kérdezni, hogy melyik gépet honnan vásároltam. Gyorsan bemelegszik és nagyon gyorsan elkészíti az ételünket. Milyen volt? Hát olyan finom, hogy lenyelöm a tíz. Sziasztok!
Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom, hogyha van nektek is valami klassz kis receptetek. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon. Tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!